Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök ismét minden kedves tévénézőt. Ma március 16-a van. Amit a mai napon fogok önöknek mondani, lehet, hogy már holnap, a héten, a jövő héten más lesz. A mai napon, amiről szeretnék önökhöz szólni, az egy olyan része ennek az egész járványnak, ennek a koronavírusos megbetegedésnek, amit sokkal jobban szeretnék kihangsúlyozni, kérni és figyelmet fölhívni. Miről van szó? A mai napon kb. 39-40 fertőzöttet tartanak nyilván az országba. Ezen kívül a megbetegedettek vagy a fertőzést elkapó és vírust továbbvivők száma nyilván sokkal magasabb. Tudjuk most már azt is internetről, híradókból, híradásokból, hogy kik a veszélyeztetett célcsoport. A veszélyeztetett célcsoport, akiknek súlyos megbetegedéseik lesznek, lehetnek, és ne adj Isten, esetleg halállal végződhet a betegség, azok a 70 év felettiek. A 70 év felettiekre hivatalos és interneten található dokumentumok, statisztikák, egyértelmű tények vannak. Én most egy olyan tájékoztatást szeretnék önöknek, tisztelt 70 év feletti nézők adni, mellyel úgy érzem, úgy gondolom, hogy tudjuk ezt a fertőzést a minimálisra csökkenteni. A 70 év alatti tisztelt nézőknek pedig arra hívom fel a figyelmüket, hogy a 70 év felettieket segítsék ennek a videónak, ennek a tájékoztatónak a megvalósításában. Lássuk, miről szeretnék beszélni. Gyakorlatilag az, hogy vigyázzunk időseinkre, az, hogy mossunk kezet, az, hogy hogyan tartsuk be az óvó védőrendszabályokat, tökéletesen megtalálhatóak a koronavírus.gov.hu oldalon. A tájékoztató videókban, tájékoztató anyagokban, előadásokban önök megtalálják, hogy miket tudnak legalapvetően tenni. Ki kell ezt egészítenem, pontosítanunk kellene, hogy mégis mik ezek a vigyázzunk az idősekre. Mik ezek a konkrét tevékenységek, amelyeket kell ahhoz végeznünk, hogy mi fiatalok tudjunk az időseknek segíteni abban, hogy ők ne kapják el, minimális esélyük legyen elkapni ezt a betegséget. Lássuk tehát ezeket, amiket szeretnék önöknek elmondani. Önök ugye nyilván egy adott házban, kertesházban, családi házban, panelban, akármilyen lakásban élnek. Olyanokhoz fogok szólni, akik elsősorban egyedül élnek, akik önellátóak, és akik tudják ezeket az intézkedéseket megvalósítani. Természetesen fog olyan része is következni az előadásomnak, ahol más egyéb esetek merülnek föl. Most általánosságban szólok a 70 év felettieknek. Tehát ha ön 70 éves kor feletti, akkor innentől kezdve javasoljuk, kérjük, nyomatékosan kérjük, ne menjen ki a kerítésen kívülre. Ne menjen üzletbe, közösségekbe, rendezvényekre, ne menjen, ha lehet, templomba. Ne menjen a rokonokhoz, a barátokhoz. Én most tudom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly kérés. Nagyon nehéz ezt megvalósítani. Hiszen önöknek van egy kialakult életmódjuk, egy kialakult szokásrendszerük. Sajnos az van, hogy abban a pillanatban, amiben most vagyunk, ha elkezdjük ezeket életmódunk részévé tenni, ha mindennapi tevékenységeink közé beillesztjük ezeket a tevékenységeket, ezt az életmódot, akkor minimalizálni tudjuk a fertőzés esélyét. Kedves 70 év alatti korosztály, akik rokonok segítenek és részt vesznek a 70 év felettiek gondozásában, próbáljuk meg ezt elmagyarázni szeretteinknek. Ne menjen kívülre a kerítésen kívül. A rokonság szintén ne látogassa az időseket. Úgy néz ki, hogy a járvány tana ennek a vírusnak az az, hogy a fiatalok fogják az idősebb generáció felé továbbadni ezt a fertőzést. Így nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy most megpróbáljunk az idősek látogatása nélkül élni és mellőzni ezt a látogatást. Ne menjünk a kerítésen belülre. Próbáljunk meg mindent telefonon megbeszélni, és kezdjük el már most telefonon kialakítani, megállapodni a szeretteinkkel, hogy hogyan fogjuk ezt ezután csinálni. Ne menjünk be a kerítésen belül, hanem tartsuk magunkat tőlük legalább 2 méteres távolságban. Ebben a távolságban nagyon nagy eséllyel nem megy át a vírusfertőzés. Joggal fölmerül mindenkiben, hogy akkor hogyan fogjuk megtenni a bevásárlást, hogyan fogjuk megtenni a romlandó ételek bevásárlását, a nem romlandó dolgok vásárlását, ugye?
felmerül, hogy háztartási eszközökhöz hogy jutunk, gyógyszerhez hogy jutunk, postához hogy jutunk. Ennek is megvan a lehetőség, hogy ezt hogy oldjuk meg. Kérjük meg rokonainkat, szeretteinket, hogy ők vásároljanak be nekünk. Amikor megvették ezeket az anyagokat, amik lehetnek ugye ételital, mint romlandó ételital, ezt tegyék be a kapun belül, a garázsba, a kazánházba úgy, hogy lehetőleg ne érintsenek egyéb tárgyakat, semmit sem meg. Sajnos a fölleteken is képes a vírus életben maradni, és onnan is képes átterjedni és fertőzni minket. Ezért az a kérés, hogy amikor bevisszük ezeket a megvásárolt dolgokat, ha ez étel, tegyük le a kapun belülre, és a kilincset, ami jöttünk, lehetőleg fertőtlenítsük, és máshoz ne nyúljunk, szeretteinkkel ne menjünk közelebb 2 méteren belül. Hogyha ez megvolt, akkor ezt az ételt, italt onnan 2-3 órán belül önök, kedves idős lakosok, Szilvia papírral, kesztyűvel, bármilyen olyan közeggel fogják meg és vigyék be a házba, ami a rendelkezésre áll. Ezek után ezeket érdemes még 1-2 napig nem nagyon fogdosni, sajnos lehet rajtuk vírus, nem kizárt. A nem romlandó anyagok, mint háztartási eszközök, a gyógyszer és a posta ugyanezt az utat kövesse. Itt, mivel nem romlandó dolgokról van szó, garázsba hagyható, előszobába hagyható, kazánházba hagyható a megvásárolt áru, akár 1-2 napon keresztül, ha azonnal nincs is rá szükségünk. Fontos ez az úgynevezett előszobázás. A legfontosabbat, ha nem találkozunk emberekkel, nem megyünk el otthonról, és nem találkozunk, és nem jönnek hozzánk a rokonaink, a legnagyobb lehetőségét, a cseppfertőzéssel való terjedést már kizártuk. Az összes többi fertőzési mód terjedésének a lehetősége ez. Kérek mindenkit, hogy önnek van idős rokona, szerette, szomszédja, kezdjék el a kommunikációt telefonon, hogy hogyan tudják ezeket a kapcsolatrendszereket, ezeket az életmódokat átalakítani úgy, hogy minimálisra csökkentsük a fertőződést a legveszélyeztetett populációban. Köszönöm.